80 ezer főre elegendő vakcina érkezett eddig az országba. Ez kevés. Ezért az operatív törzs úgy döntött, hogy a fennálló intézkedéseket, amelyek az életünket korlátozzák, azokat február 1-ig meghosszabbítjuk. Január elején jelentette be Orbán Viktor, hogy maradnak a korlátozó intézkedések. Ezek között az egyik sok embert érintő szabály a digitális oktatás fenntartása. Így a középiskolások sem térhetnek vissza a tantermekbe. Tehát egy hidroxil csoportot teszek egy hidrogén helyére. Zajlik a 10. D-osztály kémia órája a Szekszárdi Garai János gimnáziumban számítógépen keresztül. Kovács Attila tanár úgynevezett digitalizált táblán magyarázza el a képleteket. Hónapok óta így tanulják ezt a tantárgyat is a gimnazisták. A tanár azt mondja, minden információt át tud így is adni a tanulóknak, kísérleteket azonban kevesebbet végez, és az oktatás hatékonysága sem azonos a tanteremben zajló óráéval. Ez így nem a legtökéletesebb, tehát lehet tanítani. Az eredményeket tekintve, hogyha dolgozatot íratok vagy feleltetek, azok természetesen jobbak, mert diákok. Én is voltam diák, tudom, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, tehát ezek én úgy gondolom, hogy nem korrekt jegyek. Nem teljes mértékben. A gimnázium igazgatója azt mondja, a digitális oktatás náluk gördülékenyen zajlik, a testnevelés kivételével minden órát megtartanak. Ám azt elismerte, hogy az oktatás minősége nem ugyanaz, mintha minden résztvevő fizikailag is jelen lenne a tantermekben. Ez különösen az érettségi előtt állók számára okoz hátrányt. A diákok 90%-a felvételi vizsgán vesz majd részt 12. évfolyamot, követően emelt szintű érettségit tesz, ugye valamennyi diákunk középszinten is érettségizik, tehát ez nagyon-nagyon fontos volt. A bátaszéki II. Géza gimnáziumban is várták már, hogy január 11-től újra megteljen élettel az iskola épülete. Megmondom őszintén, mi nagyon reménykedtünk abban, hogy most januárban már vissza tud állni a tantermi oktatás, legalább a végzősöknél, hiszen náluk ez a legkritikusabb, hiszen ők már a finishben, a célegyenesben vannak. Az igazgató elmondta, nagyon bízik benne, hogy február 1-ével visszatérhetnek a tantermi oktatásra. Minden diák számára fontos a közvetlen diák-tanár kapcsolat, de mint itt is fogalmaztak, most az érettségi előtt álló tanulóknak van a legnagyobb szüksége rá.